Ma már nehéz elképzelni, hogy 200 évvel ezelőtt itt nem kenuk és motorcsónakok mentek a Dunán, hanem uszályok és hajómarmok őröltek, amiből több ezer volt akkoriban a folyóinkon. Ráckevén vagyunk, és itt áll a ráckevei Dunaágon az egyik utolsó megmaradt magyar hajómalom replikája. A hajómalom olyan, mint a vízimalom. A malomkereket itt is a víz hajtja, csak a patak helyett ebben az esetben a folyó sodrása. Ebből fakad a hajómalom előnye is, mert a helyét aszerint lehetett változtatni, hogy hol nagyobb a sodrás. A hajómalomnak két nagy egysége van, a hajótest, a házhajó vagy malomházhajó, és a kisebb, a tárhajó, völgyhajó, és a kettő között forog a lapátkerék. A középkortól egyre több hajómalom zakatolt a folyóinkon, méghozzá nagyobb vízhozamú és nagyobb sodrású folyóinkon, úgy mint a Dunán, Tiszán, Dráván, Vágon, de voltak kisebb folyókon is, nyilván ez a népszerűség növekedésével, például az Ipolyon vagy a Szamoson. A Dunán, Mohácsnál, de Soroksár magasságában is egész telep működött belőlük. 200 éve az óbudai határtól a Bomba, a mai Batthyány térig tartó Dunaszakaszon 50 hajómalom tulajdonos tartottak számon. Fénykoruk valamikor a 19. század közepéig tartott, hol úszó, hol cölöpökön álltak a parton. Az úszó hajómalmok előnye az volt a parti malmokkal szemben, hogy tavasztól őszig vándorolhattak a folyón. Aztán jöttek a gőzmalmok, amik erősebbnek bizonyultak, hatékonyabban és gyorsabban őröltek, a 19. század végére kiszorították az úszó. A két világháború között már csak pár tucatnyi hajómalom működött a Duna középső szakaszán. Na de Ráckeve! Valaha úgy jó 200 éve itt több tucatnyi hajómalom működött ezen a ráckevei ágon, és ezeknek a tönkremeneteléhez a Duna, a soroksári Dunaág lezárása járult hozzá jelentősen. És miért tett be ez a hajómalmoknak? Azért, mert amikor lezárták, megszűnt a hajómalmokat működtető erős sodrás. A kisebb Dunaágat lényegében lezárták. A fortepán sok képén látható a Gellért hegy után szétterülő zátonyos, lágymányosi folyószakasz, ami visszaduzzasztva árvízveszélyt jelentett Budapestre. Erre aztán logikusan válaszolt a természet, jött a gát alatti szakaszon a logikus kiszáradás és iszapolódás, így előbb hajó, majd vízáteresztő zsilip épült feljebb, aztán az alsó torkolatnál is Tas határában. És mögöttem az Árpád híd, ami természetesen nem az az Árpád híd, de mivel Csepel déli csücskében vagyunk Ráckevénél, és tudva lévő, hogy Csepel az Árpád vezér szállás területe volt. A hidat a millennium évében adták át egyébként 1897-ben, és a tervezője Zielinski Szilárd volt, a magyar vasbeton építészet egyik úttörője, aki rengeteg hasonló acélszerkezetes hidat tervezett, de víztornyokat is, például a híres Szegedit és Margit szigetit, és emellett még a Zeneakadémiának a szerkezetér is ő volt a felelős, neki köszönhetjük azokat a szép és kiterjedt nagy erkélyeket és karzatokat, amik a Zeneakadémia nagy termében vannak. Az ívhíd megépítéséhez egyébként Ráckeve városa annó 1897 előtt 100 000 koronás kölcsönt vett fel. A II. Világháborúban a visszavonuló magyar csapatok felrobbantották, az újjáépítésekor többek között egy szegedi Tisza híd roncsait is felhasználták hozzá. Innen is látszik a ráckevei Gyurcsik-féle malom. Ez viszonylagos épségben megmaradt, de 1967-68 telén a jég műemlékként is összeroppantotta és elsüllyedt. A fennmaradt leírások alapján aztán a hajómalmot újjáépítették, de már úgy, hogy az egészet villanymotor hajtja, és sokkal strapabíróbb, méghozzá afrikai fából készült el a tetőzet, illetve a hajtókerekek tengelye. Az összes többi pedig erdélyi fenyőből, méghozzá gyergyő csomafalvai fenyőből, ugyanis nem véletlenül van itt a székely zászló is, gyergyő csomafalva Ráckeve testvérvárosa.
a hajómalmok nem csak a kenyérhez való búzát és rost törölték, de kukoricát, a sörgyártáshoz árpát, valamint fűszerpaprikát is. A megbízók pedig főleg környékbeli kisbirtokosok voltak, akiknek így a terményet nem kellett messzebbre szállítani. A hajósok viszont állandó harcban álltak a malmosokkal, hiszen a ködben gyakori volt az ilyesfajta vízi baleset. A hajómalmok télen telelőhelyeken húzták ki a telet, aztán márciusban, József napján vitték ki a molnárok a öreg Dunára, és november végén, körülbelül november végén költöztek újra vissza a jég elől. A nagyobbik hajóegységben működött, illetve működik, mert például ma is őröltek, az őrlés, a part mellett állt az úgynevezett völgyhajó, és a kettő között a meghajtás, az úgynevezett készség a lapátkerekekkel. Egyébként néhány évben Baján is kikerült a Nagy Dunára egy hajómalom, de milyen jó lenne, ha például mondjuk Szegednél is meg lehetne nézni egy paprika őrlőmalmot, vagy esetleg Óbuda partjainál is állna valami hasonló. Támogass minket a Patreonon! Torma Tamás vagyok, és ez itt az Egy Hely. Ezt a videósorozatot 2 éve kezdtük el az Építész Fórummal közösen, és azóta több százezren néztétek meg. Helyek, épületek, terek, mindegyik videóban egy különleges helyszínre megyünk. Ahhoz, hogy folytathassuk ezt a sorozatot, a támogatásotokat szeretnénk kérni. Támogass bennünket a Patreonon, és tuti, hogy akkor folytathatjuk.